Igen, igen, köszönöm, köszönöm. Én vagyok az ék, Svábi és Hajdú között itt a hashtag Bocskor újra. Köszönjük szépen a kedves tapsot, otthon, hogy néznek bennünket. És itt van egy új vendég velünk, Balázs Andi! De jó, hogy újra rátlak. Kabát Peti! Itt van Hajdú Steve! És újra velünk Sobert Norbi! Üdvözöllek benneteket! Ez a felállás nagyon izgalmasnak tűnik, így még nem voltunk nagyon együtt. Mindenki tud mindenkiről mindent, ugye? Én abszolút. Én többet is. Te többet is, igen. Az előbb megkérdeztelek, és akkor hazudtál egy csomó mindent. Kérdeztem, hogy láttad a műsort, tehát tudod, hogy mibe jössz, mondtad, hogy soha, aztán, hogy az összeset láttad, és kívülről ismered. Igen, és fel is veszem őket, és jegyzetelek, és nem alszom éjszakánként, mert annyira szeretlek téged. Köszönöm szépen. Mondom, hogy ez egy picit távol áll a valóságtól. De egyet legalább láttál? Persze. És, hát és ki, a, ki a kedvenc szereplő? Hajdú Steve. Köszönöm. A Steve csak miattam. Jó, de mi egy színháznál játszunk, így a Karinti színházba, így könnyű. Egy picit autózni fogunk. Nyugat-európai városokban már egy ideje megvetette a lábát a car sharing. Peti, neked külön mondom, hogy egy csomó idegen szót hoztunk neked ma. Mi ez? Peti, autókölcsönző? Majdnem. A car itt, mint autó. Tehát a hogy a kárja. Ez két értelmű szó amúgy, a kár. Kár. Mikor a károd? Hát de tényleg. Már van a kár, meg az autó. Autó, kár. Tehát... Na, és ez egy negyed óra. Meg van a kár, amit ti nézegettek, focisták, a zuhanyzásnál. Így van. Akkor folytatnám, és akkor kiderül, hogy melyik kárról van szó, kársering, tehát ez egy autó megosztó lehetőség, tulajdonképpen ez szolgáltatás, és ez most úgy tűnik, hogy Budapesten is kezd kifizetődő lenni, rentábilis. Tehát kölcsönző. A rentál, nem, az a rentekár. Ja, az rentekár. Rentábilis az azt jelenti, hogy kifizetődő. Ja, kifizetődő. Tehát, hogy megéri csinálni. De igen, mégis majdnem ugyanaz. Szóval, ennek az a lényege, hogy ha csak néha lenne szükséged egy autóra, akkor minek tartanál fenn egy saját autót? Nem tudom, hogy kinek van saját autója, illetve tudom, nem tudom, Andi, rólad. Neked van. Neked van. Neked is, nekem neked is van. Már elértem, 30 éve vagyok a pályán. Hogy de valljuk be, ezeket azért baromi drága fenntartani, városszerte, ezzel szemben ott állnak ezek a carsharinges autók, és hogyha éppen szükséged van egy autóra, akkor bepattansz, van egy ilyen mobil alkalmazás, klik, nyílik az autó, és Pest megye területén lehet nem, ezt most egyelőre használni. Csak Pest. Tessék? Csak még Pest, nem lehet Pest megyébe. Pest, hát használhatod, de Pesten belül parkolhatsz, tehát igen. Utána néztünk. És a lényeg az, hogy ez egy igen jó megoldásnak ígérkezik. Óriási előnye ugye, hogy nem kell az üzemanyaggal bajlódni, nem kell biztosítással bajlódni, sőt a parkolás is ingyen van, adó, stb. Szervizelés, ez mind-mind kiesik. Na most csak, hogy még egy picit tudjatok erről, a taxizáshoz képest ez anyagilag elvileg jobban megéri, 66 forint per percért lehet ezt bérelni. Alapkérdés, hogy ti használnátok-e ilyet? Én megmondom őszintén, én már használtam. Ami a fantasztikus dolog ebbe az, hogy elektromos autó. Az elektromos autó az olyan, mintha beülnél a mobiltelefonodba. Ezek egyébként én is úgy tudom, miért? Mert semmi nincs. Most olyan, hogy semmi nincs, hogy na akkor most... Ez már elindult. Igen, nem már megy, nincs motor, nem semmi. Nekem egy picit kicsi, mert ugye ez a Volkswagennek az app modellje, tehát gyakorlatilag a fejemet beverem meg a vállammal nem férek el, de én azt gondolom, hogy ez a... De ezek egy kicsi autók. Ezek belőle kis autók. Én beleférek? Hát nézd meg, hogy a Steve azt mondja, nehezen fér bele, hogy itt éled meg magad. Én beleférnék egy ilyen kis autóba egyáltalán? Szerintem nem illik televízióban hölgynek ilyet mondani, hogy nem, ne férnél bele. De szerintem nem biztos. Szerintem beleférnél. Én egy Smartba is beleférek, erre büszke hát vagyok. Barátkömtek Smartja van, és azt gondoltam, hogy majd ilyen cipőkanállal fog így besegíteni, és tök kényelmesen ülök benne amúgy. Mi a melyik testrészedet dugod be először egy autóban? Mindent. Egyszer ugrok, nem? Hát így próbálkozom, hogy így hátsó résszel van ugye az alapvető. Azt próbálom ezt bejegyezni, mert ha ő befér, én is. Ja igen, és az összes többit húzod. Igen, az összes húzod többit igen. Nem, mert van az a... Szűkös, be kell vajazni a testedet, igen, és igen. Uff, becsúszol.
Na jó, hát ez most a hogy csúszik a test, az egy másik történet. De például van olyan, aki megfogja a kormányt, és akkor a kormányba kapaszkodva, és aztán beleengedi magát. Igen. De annak gerinc problémái vannak akkor. Jó, magamról beszéltem. Nem, már különböző magasságú, alacsonságú autók vannak. Hát Norbi, hát azért a te autód még mindig az, amit láttam egy hónapja? Hát attól függ, hogy melyikre gondolunk. Tehát, igen, Stuttgarti gyártású és ezüst színű. Az, igen, van egy olyan. Van egy olyan? Van egy olyan. Akkor Norbi, azt hiszem, hogy téged ez nem nagyon érint ez a... De én is gondoltam el a támságra, mert pont múlt héten láttam a városban egy kék Lamborghinivel Vajna Tímeát, és arra gondoltam, milyen jó volna ez a timesharing, én is mennék az alamból egy költ. Az nem volna rossz, hogyha ugye? Így van. Tehát én adnék 66 forintnál, többet adnék érte percenként, az szent is. Valószínűleg többet is kér. Ha most Lamborghinire gondoltam, Lamborghini, jó, annyi. Nem, most komolyan kérdezem, tehát ugye volt itt egy észszerű érv, Steve azt mondta, hogy környezet kímélő. Nem csak amiatt. Én, hogyha a Madách Színházba megyek próbálni kocsival, saját autómmal, leparkolok. Január 1-e óta eddig 270 forint volt egy óra, ez a Hásfa utcában 7. kerület, most már 350 forint. Bevallom, hogy én is elgondolkoztam azon, hogy használnám-e, és azt gondolom, hogy talán városban, rövid távokon igen. Bár én az agglomerációban lakom, tehát nekem mindenképpen be kell jönni, hogy ezt tudjam használni, de hogyha egy ilyen, akkor mit elővenni, parkoló, tehát tényleg beülni egy ilyenbe. Uh-huh. Kérdés az, hogy benneteket például nem zavar-e az, hogy az autó az egy nagyon-nagyon speciális érzelmi kérdés. Nem zavarná az, hogy azért tudod, hogy mások tapogatták azt a kormányt, uh-huh. Ki tudja, milyen fenék ült bele, és mit csinált abba az idő. Nekem eddig volt 8 autó, mindegyik használt volt, és egyik se volt első tulajdonostól vásárolt. Tehát én mindig az 5.-6. tulajdonos voltam az autóimnál, úgyhogy engem nem zavarna. Uh-huh. Nekem egy olyan autóm van, ami életem második autója, neve van természetesen, és nő, és Margónak hívják. Margot, úgyhogy nekem az kizárná. Nem meghúzzák a Margót. Érzelmileg kötődöm hozzá, igen. Ritkán is használom ahhoz képest, hogy álmaim autója, és nagyon jól nézek ki benne kabrió amúgy. De tényleg, isteni, imádom, de nem használom például a városba sokat, mert... Ne irigyeljét. Nem, hát azért is megdobálnak. Nem, hanem nem, tényleg nem használom sokat a városban, hanem hosszú utakon, mondjuk színházzal túrni, vagy valami, és bizony van egy ilyen érzelmi kötődésem, hogy olyan megcsalásnak érezném, hogy akkor most nem őt választottam erre a napra. Margot. Margot megcsaltam. Én is egyébként már használtam ilyen elektromos autót, és... Tényleg, ahogy a Steve is mondta, beleültem, és tényleg nem hallottam a hangját. Uh-huh. Olyan volt, mintha nem ment volna. Igen. Elindultam vele, és nagyon könnyedén megy. Uh-huh. Uh-huh. Tehát fantasztikus. Nagyon jó, igen, fantasztikus. Most ugye azon kísérleteznek, mert ez az első lépés, hogy elektromos autókkal közlekedjünk, meg car sharing legyen, hanem a kísérlet lényege az, és ezt Budapesten próbálják tesztelni, az önvezető autókat. Most gondold el, milyen csodálatos lesz, hogyha mondjuk az ország szerte lenne kiterjesztve, hogy te Szegedről följössz mondjuk Budapestre, rosszul följössz, de az alatt a másfél-két óra alatt, amíg utazol, neked nem kell a vezetéssel foglalkoznod, hanem tudsz közben dolgozni. Akkor megiszol két feles Szegeden, beülsz az autóba, nem? De milyen marha jó, nem? Igen, ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy amennyiben önvezető autó lenne, hogy akkor ihatnánk-e. Tehát akkor az már jogsi se kell, nem csak be kell tudni. Magától beütöd a címet és elvisz odáig. Igen. Igen. Kötelező lesz indi mennem, mert másképp félnék, hogy magát vezető a kocsit. Nem? Igen, csak kérdés, hogy esetleg egy vészhelyzet, ahol neked mégiscsak fékezned, kérem, azért kormány van, lásd a tesztákat. Nem lesz vészhelyzet. Tehát nem lesz vészhelyzet. Az önvezető kamionban például nem lesz kamionsofőr, az, aki mondjuk Amerikában a közép-nyugaton él. Automatán lesz bunkó, nem? Nem. De jó? De Norbi, jó fele gondolkodsz. Egy számítógépes szakember lesz a teherautó, vagy a kamionsofőr. Mondjuk Chicagóba ül egy irodába, ő szépen kivezeti a városból, autópályán nem kell hozzányúlni, és mondjuk Detroitba egy másik számítógép szakember szépen be fogja vinni a városba azt a teherautót, azt a kamiont. Üresen megy a kamion. Üresen, tehát nincs ember benne. Hát, és hogyha elé ugrik egy állat. De mi csodálkozol, a metró mindent lát. De nincs baleset, nem lesz baleset. Nem lesz. Hát mert mindenhol jelek vannak, mindenhol tudja, mikor kell lassítani. Steve, most nem egy hittér, nem lesz baleset. Jelek vannak. Összes autógyártó 5 éve azt mondja, hogy körülbelül 10 év múlva, tehát olyan 2020 környékén, 25 környékén
az a céljuk, hogy ne legyen halálos baleset az utakon. Hát mert az mind az emberek miatt van, nem az autó miatt, az ember hülye és nem a megfelelő útviszonyok miatt vezet. Világos is egyébként, a technika megvan már rá. Ez bólasztó tényleg... lesz, hogy autót a kamionok, fia, négyes úton a lányok éhen halnak. Mi lesz velük, érted? Ilyen praktikusan oldi, nem? A lányoknak föl kell tenni egy csippet, ugye a csip érzékeli az ajtót, leolvassa, a bankkártyát szépen végighúzza, vagy lehet, hogy a négyes mellett a lány kiszól, lehúzós vagy bedugós. És akkor mondod, hogy bedugod, csak húzzon jól le. A lányok gyorsötőt fognak árulni. Visszatérve erre a carsharingre, ez már itt van a Steve-nek a víziói, még nem teljesen. De itt van csak már. Az ő fejében lép. Hogy nyilván logikus választásnak tűnik ugyanakkor, és hát ugye Andi mondta legelőször azt, hogy a saját autónkhoz mégis van valamilyen érzelmi viszonyunk, érzelmi kapcsolatunk. De csak amíg a NAV le nem foglalja. Őszintén, tehát nem vesz valaki egy olyan gyönyörű autót, hogyha azért nem úgy ül bele, hogy basszus, ez a kormány, ez az ülés, ezek a funkciók, nem? Nektek van, tudom, Margó megvan. Neked? Én úgy vettem amúgy. Hogy vetted? Az, hogy amikor én 7 évet külföldön fociztam, tudtam, hogy jövök haza 2008-ba, nem volt autóm, mert külföldön mindig kaptam a klubomtól, úgyhogy nem kellett vennem sajátot, és akkor hazajöttem, én kinéztem egy kocsit, nem tudom, hogy lehet-e mondani egy a**t, és én még olyan kocsit akkor a... Jó, bocsánat, akkor nem mondom. És láttam a neten, és esküszöm, lehidaltam a kocsitól, megvettem, és még a mai napig használom, most már le kéne cserélni már. De ugye, hogy van egy szerelem, tehát ez figyelj, a minden nagyon. Idomát ismered, ez majdnem, egy picit majdnem olyan, mint egy nő, már elnézést. Nem Margótól kérjen. Elnézést, Margó. Nem, hogy tényleg szóval minden kanyarát ismered, az idomokat, a műszerfalca. Bennem van egy, nem azt mondom, hogy erotikus a viszonyom az autómhoz, de szeretem a... Az anyós ülést is szeretem simogatni, ha egyedül vagyok. De még az anyósodat nem, ugye? Nem engedem oda ülni. Én a páromat azzal büntetem, hogy elviszi az autó, mindig szemétkedik, hogy az én autóm olyan, mint egy egérkamion, meg hogy automata, Dodge-en, meg szemétkedik állandóan, és egyszer szervizbe került az ő autója természetesen, és jött, hogy ne kéne mennem, és hogy odaadom, mondom, igen, de a kis vakond marad, a rózsaszín kis izé marad, azt a sluszkulcsot vidd el, ami rajta lóg a strasszköves majom, tehát hogy azért is ment egy tárgyalásra, és mondja, hogy végig azon gondolkodott, hogy remélj, hogy a parkolóban nem fut össze az ügyfelekkel, hogy így, Én nekem egyébként óriási a kocsi az érzelmi kötődésem, egyszer lementem apósomért vidékre, föl kellett hoznom szegény kórházba a szívével, és beült hátra a Réka, elő apósom jobb egybe, jövünk a kocsi ajtajába, gyönyörűen ott vannak az ülésgombok, ilyen mit tudsz, hátam, a masszázs, minden izé. Na apósom így ül, hátra szó azt mondja, elfész, jányom. Fogta, letitt az egész ülésnek az ajt egy ilyen nagy műanyag izével, és azt mondja, na a vejem, ez a tiéd. Bementem a szervizet, mindenki ezen röhögött. Megoldották garanciával, amúgy nem járt volna. Hatoljanak vissza már. Ja, köszönöm szépen. Így, ja, köszönöm. De csak, hogy nem a fény miatt, a fény miatt. Megizzadnál én most nem. Nem lenne olyan könnyű. Most egy picit tovább gondoljuk ezt a kölcsönzést. Mi az, amiről lemondanátok, legyen az a háztartásban bármi, hogyha mondjuk közösségi módon lehetne megoldani. Mondok egy példát, például Amerikában, háztartásokban, ilyen társasházakban alig van mosógép, mert lent van 8 mosógép. Soha nem használom. Nem mások se. Után pakolom be a szaros, gennyes pelenka után. Hát de most tényleg. Tényleg a feleségem fekete bugyárt a gennyes pelenka után. Inkontinens szomszéd belepakol, utána lemegyek, érted? Tehát sokkal kell kifertőtleníteni. 60-70 fokon mosnak. Megfertőtlenítenek szerintem. A tudat. Nem, hát a tudat, tehát nem fertőtlenít. Az ott van, kiveszik, jön a következő, akkor beteszik. Tehát ti mosógép?
Az már egy nem, hat... nem? Otthon mosunk. Az otthon? Ugye, szerintem a magyarok ugye azon szocializálódtunk, hogy gazdálkodj okosan. Így nőttünk föl. Tehát már az első kör után, ha nem volt mosógépem és bojlerem, aminek Hajdú a neve, akkor szarcsoljak az otthon. Mondjuk az kertes ház, mondjuk az utca végén lenne egy fűnyíró, hogy beakasztal, mint egy telefonfülkébe, és mindenki mehetne, minek fűnyírót tartani minden egyes háztartásban? Ja. Akkor ezek szerint nekem közösségi fűnyíróm volt, mert ki volt rakva a kertbe. Egyszer eltűnt, azóta nem látom. Mi a helyzet például olyan dolgokkal, mondjuk smoking? Alig hordunk smokingot, igaz. Szerintem másfél évben egyszer, ha van egy ilyen helyzet. Hát én a Steve smokingjával egy kurva nem? Hát miért csináltatni kell egyet? Igen, hát csináltatsz egyet, de hát akkor de az csak a tiéd. Minimum 300 ezer forint, hogyha egy jót akarsz. De hát nem adod oda másnak, nem? Nem adod oda, de pont azért, hogy ezt ne dobd ki. Használod ne dobd ki ezt a pénzt, azért, mert nem használod, hát használ el közösségi smokingot. Peti, mondjuk lenne egy smokingod, hogy megcsináltatod 300 ezer forintért, hogy majd az aranylabdához fölveszed. Hát akkor soha nem fogom felvenni. Hát akkor ne csináltass! Nem, én igazából, én nagyon antiszociális vagyok. Aha. Tehát tényleg, tehát az igazság, hogy sokan utálnak engem emiatt, én is őket, de egyszerűen semmilyen közösségben nem szeretek részt venni. De közösségben se szeretsz részt venni? Már nem, abban se szeretek járni. De hogy most itt vagy velünk, gyakorlatilag... Nagyon nehéz. Komolyan. Egy vodkát hozzá már nekem. De akkor te egy ilyen nem. Filantróp vagy? Mizantróp, az az ember gyűlölő, a filantróp, aki te vagy, az az ember szerető. Jó. Nem, filantróp altruista vagyok, jó? Nem, szeretem az embereket, abszolút. Csak de a kutyákat jobban. A kutyákat még jobban, ez így van, meg az állatokat, de még mert Budapesten sem nagyon járok. Tehát a héten egyszer vagyok Pesten, most itt nálatok például. És akkor otthon vagy, vagy mindig vagy? Igen, otthon. Tényleg otthon vagyok, hol lennék? Otthon. Most mit rejtél? Vagy otthon, azért néha. Otthon vagyok. Van dolgom azért, de vagyok otthon. Egy szegedi középiskolában szerelembe esett egy tanárnő és a diákja. Mindig erre vágytam. Ugye? De tényleg? Te nem? De nekem volt is szerelmem amúgy. De ki ide jártam? Középiskolában? Rögtön folytasd, Peti, csak ezt hadd mondjam végig, ezt a sztorit előtte. Na, most kiderült, hogy a történelem tanárnő ugye teherbe is esett, a kapcsolatokról pedig tudomást szerzett az iskola is, amely belső vizsgálatot indított a tankerülettel együtt. Mindkét vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy a fiú érettségie után estek meg a történtek. Na most... Az akkor már úgy már más. Úgy már jó. Végre. Úgy már jó. Akkor valószínű nem az volt az érettségi tétel, hogy hogyan védekezel. Szóval ti agályosnak tartjátok-e azt, hogy egy fölé alárendelt viszonyban kialakul egy szexuális kapcsolat, ami nem jelenti azt, hogy ő visszaélt az ő helyzetével. Mert ezek eshettek szerelembe egymással, van ilyen. Visszagondolok az én történelem tanáromra, hogy kezdeményeztem volna el vele, először is férfi volt. Hát, ma már menő, de mondjuk nőnek nagyon csúnya lett volna, de hogy teherbe ejtettem volna, az nem, én védekeztem volna. Már hogy ne csinál! Jó, Peti, azt mondta, tanár-diák viszonyokról beszéljünk egy picit, tehát hogy neked... Nekem volt középiskolában olyan tanárnőm, akire csak így néztem. Tehát na jó, de tovább ez... Nem mertem volna közeledni, vagy ilyenek, mert... És ő? Hát nem hiszem, hogy ő észrevette, hogy én nekem tetszik. Most megtudja, és olyan boldog. Mit üzensz neki most? Már nem tudom, hogy hívják. Mit tanított, és milyen színű volt a bugyia? Azt hiszem magyar irodalmat, és lila volt a bugyia. Dózsás volt már állítólag akkor is. Aha, nektek? Én bukásra álltam oroszból, és képzeljétek el, hogy volt egy nálam 10 évvel vagy 12 évvel idősebb Márta nevű orosz tanárnőm, aki tanítás óra után korrepetált is,
De éreztél valami bizselgést, amikor ültettek a cirill betűk felett, és... Hát ne viccel, volt nám gatyában, akkor dupak egy ívadnak, hogy... tehát, hogy én teljesen kész próbáltál voltam. Próbáltál valami jelet küldeni neki? Mindent. Tehát, közeledtél? Ilyen oxitocinokat hát, próbáltad is. Nagyon közelültem, virágot vittem neki. Korrepetálásra? Olyan szinten küzdöttem az orosszal, hogy rá egy évre kizettek el 5. osztályban nyelvi verseny nyertem, 5-ös lettem oroszból. Tehát és mégsem fértem oda, basszus. Nem? Mégsem fértem oda, én váltam volna a börtönt is. Tehát tényleg. Elnézést, Andi, itt egyetlen nőként, de neked is. Nekem is van egy ilyen van? Történetem, igen? De nekem a fordított történet van, hogy volt egy rendkívül jó képű, nagyon sok suliba jártam, úgyhogy nem mondom meg, hogy melyikben volt, de hogy egy tényleg egy jó képű tanárt képzeljetek el, nagyon intelligens, gyönyörű minden az agya, és egy gyönyörű sármőr, és az egész osztályban az összes csaj mindig, ugye elsősorban kivágott ruhában, én mindent tudok. Én leghátul így untam, mint az állat, azt hittem, hogy megölöm magam valami rozsdás törrel. Szenvedtem, konstatáltam, hogy jó képű, de úgy különösebben. És egyszerűen, hogy az utolsó órák voltak már az évben, és valami filmet vetített ott valamit, se érdekel különösebben, és leült mellém, és azt mondta, hogy hogy lehet az Andrea, hogy az egész osztály szerelmes belém, csak maga nem. És odafordult, és mondtam, hogy honnan tudja, hogy én nem. Figyelj, megőrült. Komolyan! És rögtön éreztem azt, hogy én 250 kilós nő vagyok egy testben. És ilyen, tudjátok, van ez a szlogen, hogy azzá válsz, amit megeszel. És én mindig azt szoktam mondani, ez az azzá válsz, amit megeszel, hogy én megettem két Victoria's Secret modell. És én azzá válok, akkor én egy ilyen... És nagyon büszke voltam magamra, hogy effektíve ő akart engem utána felszedni. És én néztem a sok szánalmas kislányt, hogy... Maradjunk még egy picit az iskola témánál, egy dühös, felháborodott nagymama posztja kering most a Facebookon hétvége óta. A nagymama állítása szerint a hajánál fogva ráncigálta be a tanterembe a tanárnő a 7 éves unokáját, és szappannal mosta ki a száját. Most volt egy vizsgálat, a szülők és az iskola személyiségi jogaira hivatkozva nem hozták nyilvánosságra, mi a vizsgálat eredménye, de eltűnt a nagymama posztja. Nyilvánvalóan azért mosta ki a száját, ugye régen már hallottuk, hogy csúnyán beszélsz, és kimosom a száját. Igen. Tehát, hogy mit gondoltok, nem konkrétan erről az esetről, hanem arról, hogy a tanároknak van-e még egyáltalán fegyelmezési eszközük? Nincs, az iskolában. Pedig kéne, hogy legyen. Kéne, hogy legyen? Te szerintem adjon akkor a maflás, hogy egyáltalán leesik a fejedre. Figyelj, mi kaptunk körmöst, mindent a világ. Hallod? Figyelj, ne tudd meg, hogy milyen szerint, hogy ugye a gyerek az pont olyan bunkó, mint a szülei. Tehát az elhanyagolt 13 éves gyerek, aki már szexualizált, drogozik, nagy pofájú, tanárnak azt mondja, hogy mi van, köcsök, beborítalak. És akkor a tanárnak mik az eszközei, gyerekek? Tehát én azt gondolom, de... hogy nem kell verni, de az, hogy egy nevelő jellegű pofon elcsattant, vagy kaptunk egy rohadt nagy körmöst, tehát azért, vagy átadtak a testnevű tanárnak, rábíztak, és utána szépen volt. Tehát azt gondolom, hogy azért igenis valamilyen szintig van helye, mert ez a rohadt nagy demokrácia, ami most van, a tanárok, érted, ott dolgoznak ilyen nevetséges targoncás bérekért, érted? Úgyhogy diplomás emberekről beszélünk, és akkor bejön a közmunkásnak a bunkó gyereke, és akkor, már magasat ezt mondom, és tényleg a diplomás embert, aki ma hivatása, elküldi az anyjába. Mindenkiért, és dőlnek a röhögéstől a bunkók. Tehát én azt gondolom, hogy most azt, hogy kimosta a száját, szappannal, hát figyelj, legalább higiénikusabb lett a szája. Valószínűleg, hogy úgy beszélt a tanárral, meg úgy beszélt, hogy idővel, hogy elbújt. A gyerek azt hiszem 7 éves? Te 7 éves. 7 éves. Hát 7 éves. Hozzáteszem, én minden nemű gyerek elleni testi fenyítés ellen vagyok. Én is, de... De én nem is pont azért érdekes, mert ugye beszéltünk arról is, hogy családban egy-egy pofon az belefér-e vagy sem, de hogyha az én gyerekemet egy harmadik személy, magyarán egy tanár üti meg, az nekem abszolút nem fér bele. Mégis azt kérdezem, hogy van-e bármilyen eszköze? Ha fiam kapta egy körmöst, akkor is semmi gond, én támogatnám a tanárt ebben. Én nagyon sok körmöst kaptam. Kémia vagy fizika tanáromtól. Össze kellett rakni, dur. Ott olyan fegyelem volt, esküszöm a... De hatott, Peti? Hát de fegyelem volt az osztályban. Az osztályban, igen, de amúgy te jobb ember lettél, kevésbé lettél bunkó? Nem. Ez egyáltalán nem ennek. A focisták buták, meg bunkó. Nem, Peti, egyáltalán nem ennek szólt. Tudod, hogy imádlak. Női focista, kitűnő tanuló. Jó, mondjuk női futballista. Én jó tanuló voltam. Még hogyha...
De hidd el, ez most nem személyeskedés volt, hanem az, hogy visszavettél-e abból, amiért te kaptad? Igen. Egyébként igen. Tehát a tanárral, aki rám ütött, nem mertem volna neki, nem is az, hogy beszólni, rosszat se csináltam. De csak vele, mert ugye a Norbi az előbb azt mondta, hogy eleve ezeknek a gyerekeknek a szülei is bunkók. Tehát ezt az egészet otthonról hozzák, magyarán ez a háttér, ez nem fog megváltozni egy körmöstől. Ugyanolyan bunkó lesz, maximum azzal az egy tanárral nem. Bocsi, azon az órán az egész osztály úgy viselkedett, meg olyan fegyelem volt, hogy lehet, hogy az volt a jó. Szerintem a probléma ott kezdődik, bocsi, hogy amikor mi gyerekek voltunk, és mondjuk a Kabát Peti kapott körmöst, vagy a Norbi, vagy én, mely engem körzővel, ilyen nagy körzővel is kergetett a matek tanár, nem volt az, hogy én otthon ezt elmondom, hogy apa, képzeld, Margit, hanem igen, befogtam a számot, mert tudtam, hogy baj van. Nem volt az, hogy apám Steve, bement. Otthon kaptam volna a másodikat. Otthon, de akkor hogy viselkedsz, pontosan. Hogy neki van igaza. Tehát az a baj, hogy a gyerek, kekkel el van hitetve az, hogy de gyere és mondd el nekem, hogy gyere, ahogy a dal mondja, hogy gyere, mondd el, mi a baj, bébi, figyelek rád, ahogy a Lukács Laciék megírták ezt. Nem kell elmondani, tehát nem kell otthon ezt, hogy a tanár mit csinált velem, mert a hülye szülő az fölkapja a vizet és bemegy, és azt mondja, hogy az én gyerekemmel ilyet nem lehet. És igaz, nem lehet testi fenyítést használni, mindenfajta erőszakot megvetek, de azt a fajta szociális közlekedést, ahogy egymás között közlekedünk, azt valahogy meg kell tanítani nekik, és ezt otthon lehet csak a családban megtanítani. Én ugyanakkor azt gondolom, hogy nyilvánvalóan azt, amit a család elront, a családi háttér, azt helyrehozni egy tanár nem tudja. Ugyanakkor ő azért jár tanárképzőbe, stb. És tanul pedagógiát, ezt, azt, hogy úrrá tudjon lenni egy olyan helyzeten, ahol egyébként vannak nagyon normális gyerekek, és vannak antiszociális gyerekek. Ezek összekerülnek, erről szól a tanári pálya. Így van. Tehát neki kell, hogy legyen valamilyen eszköze 2018-ban, hogy ezt szerintem a dolgot megoldja. Azt kellene, ugye, azt tudjuk, hogy mondjuk tanári pályára is nagyon sokan úgy mennek, hogy hát hova jár, menjek tanítóképzőbe, az majd lesz valami. És lehet, hogy tanító lesz belőle, és lehet, hogy ő nem szereti azt a munkáját. Lehet, hogy és legyek megértő, mint szülő, hogy ő nem szereti, akkor üsse? Nem, én most nem az ütésről beszélek. Lehet, hogy ő nem alkalmas arra, hogy pedagógus legyen, oda arra a pályára keveredett, és ő nem tud fegyelmezni mondjuk 30 gyereket. Ez oké, de az én gyerekem egyszer járja végig az iskolát, hát akkor most az ő, mit tudom én, más nemű pályalkalmassága miatt az én gyerekem ezt szívja meg? Hát sajnos, biztos ilyenkor ki kellene íratni az iskolából, vagy másik helyre elvinni, hogyha olyan meg külön kell választani, hogy alsós tanárnéni, aki végig veled van, vagy külön vannak tanárok, akik... Hát nem tudom, erőszak szempontjából nem látok különbséget. Andi, téged hát vertek? Egyáltalán nem, én jó gyerek voltam aránylag, hát meg én szerettem iskolába járni, velem úgy nem volt gond, de nálunk is működött az apukám és az anyukám, hogy én, ha hazamentem volna azzal, hogy képzeld, anya, kaptam egy körmöst, akkor tudti, hogy apukám első kérdés az lett volna, és mit csináltál? És miért nem viselkedtél rendesen? Tehát, hogy nem az lett volna, hogy megyek és ráborítom az asztalt a tanárnénire, ez egy teljesen más, én is mindenféle ilyet, hogy a gyerek bántalmazás, vagy bármilyen ilyen tanár üsse a gyerekemet, az elő nem fordulhat, de valóban kellene kitalálni valami olyan rendszert ennek, hogy lehessen, igenis lehessen fegyelmezni egy tanárnak, mert én most neten látjuk, hogy a külföldi iskolákban, hogy szemreben és nélkül, de akár magyar iskolákban is, nekiront a tanárnak, és az osztály előtt veri meg. Vagy fölállt, és ráveri az ajtót. És ráveri az ajtót, hát, és ordivál is akármi. Lehetne, hogy azt kéne megcsinálni, hogy ugye a tanár ne verje a gyereket. De hogyha rosszul viselkedik a gyerek, azt mondod neki, holnap küld be apádat. Beküldi apádat, és a tanár egy mocskos nagy pofont apának le kell. Igen. Bünti. És akkor ez az apád sorsa. Sajnos én szerintem ilyen világban élünk. Én most nem is az iskolát mondom, hanem mondjuk a focit, és amikor én mondjuk felkerültem a Honvéd felnőtt csapatba 17 évesen, én például fel sem mertem nézni az öltözőbe, mert olyan emberek voltak, és úgy tiszteltem őket. A mai világban, ne haragudj, én bemegyek, akárhova nem is mondok klubot, hát a kisgyerek esküszöm, nem köszön. Én karatéztam gyerekkoromban. Sotoká? És képzeld el, hogy ott is az volt, hogy ugye kezdők a fehérövesek, a mesterek a feketek, van közt egy csomó öv. Aki már egy övvel följel volt, ott neked meg kellett hajolni. Bizony. És ha a mester eléd állt, akkor beszarták konkrétan, fölnézni nem mertél. És hogyha valaki ezt a fenyemet megszegte, akkor nem elmagyarázták, hogy figyeljetek, hát a szabályt meg a demokráciánk értem, mert kapott olyan combos, hogy a szeme így kijött, nem érted? 80 lecombozták, és utána vagy elment, és soha többet nem jött, és akkor így volt helye, vagy ha jött,
akkor befogta a pofáját, és tudta, mi a dolga. Tehát én azt gondolom, hogy igenis az iskolarendszerbe is meg kell adni a tiszteletet az alsósnak, a felsősnek, a föltelevőnek, a tanárnak, az igazgatónak, és jussunk el oda, hogyha egy igazgató jön a folyosón, akkor csend legyen, nem? De látod, te is egy sportegyesületbe tanultad meg, akkor lehet, hogy a mai gyerekeknek sportegyesületekbe kéne járni. Ott tanulni? Hát, hogy a tiszteletet megtanulják. Hát, ahogy a Norbi mondta, de meg is tanul, akik ott voltak, meg is tanulták a tiszteletet. Igen, azért mondtam. Erről szólt a kis történetem. Néhány év után... Ezt mondtam, ugyanígy. Csak tettem bele két idegen szót. Át kell gondolnom, össze kell rakni, és meg kell emésztenem ezeket. Néhány év után feltámad halottaiból az érdi Tézsolt. Jaj, tudom ki. Tudod? És megzsolt itt? Azért tette ezt, mert ő halottá nyilvánítatta magát. Mert én azt hittem, hogy meghalt és föltámadt, én meg így, micsoda sztori, de igen. Akkor a sztorit inkább később, jó? Egy pár percben megtudhatod te is, Andi. Mi a sztori? Jöjjünk vissza mindjárt. Folytatjuk a hashtag bocskor Balázs Andival, Kabát Petivel, Hajdú Steve-vel és Sobert Norbival, és Andi annyira izgult már itt a reklám előtti felvezetésben, hogy jaj, de örült egy témára, végre feltámadt valaki, régóta válsz erre? Hát ezt mondtad, elolvastad, és azt hogy ha feltámadt, én meg komolyan mondom, lehet, hogy amilyen most a Steve-nek a története erről a csodálatos önvezető kamionról, lehet, hogy már van olyan, hogy feltámadnak. Majdnem, legalábbis, hát igen, tehát bürokrácia szempontjából tényleg ez történt, tehát egy érdi fiatalember Tézs Zsolt támad fel, aki... Hát a története az, hogy több millió forintos tartozásai miatt döntött úgy, hogy halottá nyilvánítatja magát. És olyat lehet. Elmondom, hogy hogyan csinálta. Ja. Aztán volt egy rendőrségi nyomozás. Kiderült, hogy Zsolt két autót is vett részletre, ám egyik törlesztőjét sem fizette rendesen, és az autókat nem adta vissza, és ezért ő 2011. június 22-én elhunyt. Azért, hogy ne tudják felelősségre vonni csalás, sikkasztás ilyen ügyekben, és nem, hát nem saját kezére vetett véget életének, hanem egy hamis halotti anyakönyvi kivonattal halottnak nyilvánítatta magát, majd hamis papírokkal eltűnt a hatóság látóköréből, aztán egyszer csak most igazoltatták, és akkor derült. Mi volt egy kamutemetés, hogy mi? Ezt a papírt kiadják, tehát hogy hamis halotti anyakönyveket. Itt nem lehet ki az okmányirodába, hogy jó napot, jöttem egy hamis halotti anyakönyvi kivonatért. Próbáld ki. Nincs ilyen ablak, egy olyan szám, tudod, hogy hamis halotti anyakönyveket. Ott állnak a zombik és várják a papírjaikat. Én azután nagyon raffinált fiatal. Vagy a nagymamáját előkaparta és valahogy átradírozta. Hát vagy ezt elintézte, hamisítottak egyet. Pontosan, szerintem a neten bármit lehet rendelni. Az érettségit is lehet. Miért nem? Mesélj! Nem magamról! Nem magamról beszélnek! Hogy lesz a 20 éves érettségi találkozunk az Ecserin, gyere! Akkor még nem volt számítógép. De én a Hubába jártam, és utána meg az Ecseribe. Az Ecseribe, tényleg? Vendéglátóba. Nem magamra gondoltam, persze, de lehet szerezni nyelvvizsgát, útlevelet, bármit lehet szerezni. Azt mondom, hogy egy halotti anyakönyvi kivonat azért, hogy megúszszál, nem tudom, gondolom, több tízmilliós tételről van szó, hogyha autókról beszélünk, két autó, akkor az már lehet, hogy megéri azt a, nem tudom, 300 ezer forintot, és akkor gondolom volt segédtársa, aki ezt eljutott a hatóságokhoz, azok befogadták. Zsolti halott. De nagyon jó barátai lehetnek meg családja, nem? Hogy ezt így falasztak neki, vagy neki nem volt senki. Mert most érted, tehát, hogy mit, van két gyereke, és akkor azt tehát, hogy bemegy a suliba, és hallottuk, hogy meghalt apukád, és így igen, vagy a nem. És karácsonykor a képekről le van így, tudod, ne állj oda! Nekem volt olyan... Volt olyan osztálytársam, akinek minden héten meghalt egyszer a nagymamája. Hát az nekem is volt sajnálom. Mert el kell mennem, mert meghalt a nagymamám. Utána két hét múlva 8 nagymamája volt egy gész. De hát ez egy raffinát. Tehát annyi energiát fektet abba, hogy hamis papírokat szerezem, hogy ennyi energiával
találhatott volna egy jó állást, amiből ki tudta volna fizetni a igen, autókat. De Steve véletlenül bukott le, ezt 2011-ben tette, most 2018-at írunk, most bukott le, 7 évig autózott 2 autóval. Zseni. Úgyhogy senkinek nem tűnt fel. Azért a rendőrnek az arca, hogy maga azért 8 éve halott. Kicsit gyorsan hajt ahhoz képen. Hát hogy? De hogy mer kimenni az utcára? Vagy akkor mindig ilyen szürkére sem az arca? De egyébként milyen előnye van annak, hogyha halottnak nyilvánítod magad? Hát például adózás. Hát ugye nem vagy már az adós listán, vagy nem kell adózni valamit. Igen. Gondoljatok bele, hogy schengeni határokon belül lehet utazgatni. Ezzel nincs hát szerint... Tudsz-e pénzt keresni? Biztos. Hogy? Hát azért tud. Ugyanis neked papírod van arról. Hát, a Brad Pitt a Zombielandet mindig itt forgatja, falsan tehát te lennél a vezérstatiszta. Neked megmaradt neki az irata, tehát hogy azzal így el tud menni, mint alkalmi munkavállalónak akárhova. Tehát ott nem valószínűleg nincs egy számítógép majd a kávézóba, ahol elmegy pincérnek, hogy aha, maga halott. Tehát hogy igen, tehát hogy valószínűleg igen. Csak lehet mondom, hogy működni egy pár év. Lehet működni biztos. Egy pár év, amíg le nem jár a személy. Vagy elmi egy korboncnoknak, tehát ott tényleg, ott senki ki fog téged igazoltatni, hogy halott vagy. Nem, ő a halott. Nem, most ki a halott? Ki a halott? Nem halott van. Hát orvoshoz nem tudsz menni, ja, ugye, igen, mert orvos, a TB az azonnal kidobja, hogy nem na létezel. Na jó, de hogyha már pszichésen tudod, hogy te halott vagy, nem betegszel meg. Hát ki támad? Mi az a baktérium, ami engem megtámad? Halott vagyok. Húsevő. Hát húsevő. De gondold el azért, a nagyapáink idejében volt ilyen, hogy nem jött haza a frontról olyan 10 évig, hát nyilvánítassuk halottá, mert nem történt. Tehát nem látta senki, hogy hol esett el a háborúba, és egyszer csak 15 év múlva hazajött kicsit részegen. Miért most kell hazajönni? Miért mikor? Rengeteg ilyen volt. Hát jó, de... Amennyiben megrendeznétek egy ilyet, tehát valamilyen okból kifolyólag halottá nyilvánítod magad, elmennétek a saját temetéseteket, kíváncsiságból. De mi áll arcba? Maxba, vagy mi? Hát igen. Maszk. Maszkba, vagy elbújva. Összekeverted. Max. Maszk. Hogy megnézzéd azt, hogy kik jönnek el, mi érdekelne a temetésedből? Hát megmondom őszintén, én nem mennék el. Nem? Nem lennék arra kíváncsi, hogy most kik jöttek el. De miért? Hát meg azt mondom, hogy lássam sírni a Rékát. Meg ott az egész család ott van. Ugye? Hát ezek a nagy kérdések. Ez tudod, hogy Réka? Én egyszer voltam, hogy halottnak tetettem magam. Elmentünk egy 14 éve Olaszországba síjelni, és hát ugye nem tudok síjelni. És ott hívtak a barátok, és hát akkor tudok wakeboardozni, akkor snowboardozni fogok, mégis ugyanaz, hát nem ugyanaz, mert ugye más kell, hova kell a súlyt helyezni, és én ugye hátra helyeztem a súlyt, mikor előre kellett volna. Előre, amikor felálltam a fekete pályára, oda vittek, így lenéztem, kérdeztem, adnak el hozzá siklóernyőt, nem adtak. És így lenéztem, és így hátradőltem a félelemtől, és elkezdtem egy gyorsabban siklani. Ugye előket van dőlni, tudjak irányítani, nem tudtam irányítani, és akkor mentem már vagy 80-nal, akkor éreztem, hogy előbb-utóbb át fogok ölelni a pályám egy kémény, tehát valami nagyon durva lesz a dolog, és fogtam magam, és így eldobtam magam, tudod, és így levágtam az éket, és így csúsztam hajat, így pattogtam a földön, és éreztem, hogy nem hogy nagyon gyors, és láttam, hogy a pálya szélén boldogan beszélgetnek, kávéznek az olaszok. És kérdezed el, én láttam így a lábam közt, hogy így pattogok, így jövök ezerre, és bementem a lábuk közé nagy bodycheckkel, fölrepült a levegőbe egy nő, dobott 2 szaltót, elrepültek a kávék mindenhova, leestek. Én nagy nehezen megálltam, és éreztem, hogy egy csomó dühös olasz körülvesz, és azt csináltam, hogy hajszak egy üveges szemmel, próbáltam ilyen vérsbúrékot fújni így érzében, és tényleg így volt, és amíg elrohantak segítség, addig gyorsan elmentem. Nagyon vertek volna. Váltsunk témát. Ez is egy picit morbid lesz. Tomról lesz szó. Tom jelentkezett egy fotózásra, és tulajdonképpen egy ilyen fotóstúdióban befestették egy picit szürkére az arcát, ráfektették egy ilyen ágyszerűre, és kapott 300 eurót ezért a 2 melóért összesen, ez 2012-ben volt. Jó volt a hulla, aha, tudom. Aztán el is felejtette az egészet, egészen addig, amíg 4 évvel később egy barátja el nem küldte neki egy cigis doboz fotóját azzal a kérdéssel, hogy ez te vagy. És akkor jött rá, hogy az EU mind a 27 tagországban sok millió cigis dobozon ott virít az ő képe, mint hulla. Azt a mindenit. Ez ő.
Így van. Amikor nemrég egy spanyolországi nyaraláson megkérdezték az anyját, hogy mi van a gyerekeivel, akkor rámutatott egy cigis dobozra, azt mondja, itt a fiam. Na most Tom ugye visszatekintve úgy gondolja, hogy valószínűleg nem ez volt élete legjobb üzlete, és viszont reméli, hogy segített másoknak a leszokásban lenni. De Tom egyébként él és virul, és ezzel szembesül nap mint nap, ezzel a fotóval, hogyha bárki a kocsmában, vagy bárhol kiderül. Hát, hogyha ezt választja, mert lehet a sperma lassítósat is választani. Úgy válogatsz, hogy ne a halottasat ad, hanem amit ő csak a spermám lassít. Az a te fotód? Az ami úgy látszik, mintha a GG-nek a közepén lenne egy lyuk. Ja, hogy a az a lyuk megvan, de nem a GG-m közepén. Aminek a füstön jön, nem? Ja, hogy a dobozokon vannak már ilyen itt fotók. Van, nézd. Uh-huh. Jó, de nem csak ilyen van, akkor van több. Van mindenféle. Nagyon durvák vannak. Nagyon durvák tényleg vannak. Durvá. Egyébként én 4 éve nem dohányzom már, pont január 24-én. Nagyon-nagyon kemény volt, meg mai napig is kemény, tehát bármikor vissza tudnék szokni, de azért, hogy leszoktam a cigarettáról, sok mindenről le tudok ugyanúgy mondani. Tehát, hogyha ez az erőpróba sikerült az életembe, akkor már tudok lemondani például húsról, vagy a kevésbé. Nem mondjál le. De hát arról lemondok. Nem minden húsról, mondjuk halat lehet enni, de a sertéshúsról, vagy az ilyen durva dolgokról. Mert szerintem egy ugyanilyen képet mondjuk egy sertésre is rá lehet. De hogy egy jó csülökre, nem áll. De. Egy picit térjünk vissza erre, mert ugye ma a reklámfelület az, amivel a legtöbb ember megismer, vagy megismerhet téged, és igazából semmilyen más dologgal kapcsolatban nem lehet találkozni ilyen mennyiségben, mint a reklámfelületeken. Tehát akkor most arra gondolsz, hogy az Andi... Nem, az Andi is nagyon érdekel, egyébként Norbi is érdekel, aki ugye kivonta a nevét az update-ből. Tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy annyira Norbi update voltál, és most a Norbit kidobtad a kukába. Tehát miből lett eleged? Magamból. Igen? Figyelj, előbb-utóbb ez ember megújja saját magát is, nem? Hát kész, megújja. De ennyi? Tehát ez egy ilyen, inkább egy ilyen személyes, hogy is mondjam, történet volt, hogy most már... Nem. Nekem régen azért volt szükség a saját nevem, mert hogy be tudjam vezetni azt a másik nevet. És van olyan erős? A másik név az már erős, és igazából teljesen feleslegesen csüngünk ott rajta. Uh-huh. Én jobban szeretnék kicsit a háttérben élni. Tényleg. Uh-huh. Sima, igen. És simán szeretném. Te nem mondd ki. Egy percig sem. Mert nyilvánvalóan egy olyan cunami, ami nem biztos, hogy kiszámítható volt. Tehát, hogy te kultikussá válsz ezzel a reklámmal, vagy maga a reklám, ez szerintem nem volt kiszámítható. Úgy voltam vele, amikor először ajánlottak fel az elmúlt 20 évben reklám szerepeket, hogy olyat fogok elvállalni, ezt kitaláltam, amire tuti emlékezni fognak. Azt azért nem tudtam, hogy ennyire, de úgy voltam vele, hogy az már eleve megdöbbentő, hogy nem egy 42 kilós lány egy rút szalámival rohangál, hogy de szeretek itt dolgozni, hanem amikor már így meglátnak engem egy ilyen húst, akkor majd biztos ez is lesz, hogy hú, úristen, tehát hogy valamire oda fognak figyelni. És nem tudtam, hogy ekkora nagy hú, de reméltem azt, hogy valami fajta ingert ki fog váltani, és nem akartam illenni a 62-es lábgomba lány hátul, akit észre se vettel. Tehát, hogy nem. Andinak tökéletesen igaza van, egy valamit el kell áruljak, hogy el fogják felejteni. Uh-huh. Ugyanis a reklám olyan, nem kell amiatt, hogy akkor egész életemben Kasszázs Erzsinek hívnak, igen. Nem fognak annak, ahogy ez a kampány lemegy, minél később menjen le, azt kívánom, legyen sokáig. Elfelejti, ugyanis az emberi természet ilyen, hogy megnéz egy reklámot, amíg fut, meg rá még egy-két hétre, egy-két hónapra emlékszik, utána elfelejt. Szerencsére, én a színész szempontjából azt mondom, szerencsére. De azt tudjátok, hogy egy napig volt a reklám a tévében, azt ti figyeltétek. A tiéd? Tehát esküszöm, az egyetlen egy napig volt, az úgy volt megtervezve, hogy majd hosszú ideig megy, de mivel hogy rögtön az internetezők, ugye hát ahogy szoktam mondani a Dombóvári, hogy 10 millió troll országában élünk, hogy egyszer csak így zsú, lett egy ilyen, és lett. Tévéből így, hogy köszönjük, akkor nem kérjük azokat az időket, mert nem kellett. Aha. Mert egy nap alatt a legnézettebb, nem, a maga az énekes, amin ugye a dal, aha, a 20 másodperces slágeremről van. Figyeljetek, ezért nem csak, hogy egy slágeres vagyok, én 20 másodperces egy slágeres. És hogy egy nap után az eltűnt a tévéből, tehát ez senkinek nem tűnt fel. Tehát az összekörülhetszer az epizód, az epizódok, amikor
Tehát biztos, hogy nem ott ültem abban a pillanatban, amikor láttam. Azért, mert a net tele lett vele, akkora erővel érkezett meg az interneten mindenhol, mindenhol, hát született belőle, nem tudom, 2000 mém egy nap alatt, meg megőrültek, meg így tudom én, hogy nem kellett a tévébe leadni, mert egyszerűen mindenki tudta, de hogy ez így meg, hogy létezik. De már, jó, ugye azt mondta, hogy ezt el fogják felejteni. Uh-huh. Ugyanakkor te meg ugye az előbb azt mondtad, hogy vártad, hogy valami jelölve vagyok Jászaira, erre történjen már valami, de nem biztos, hogy azt akartam, hogy ez történjen. Dehogy nem, én azt akartam, hogy történjen valami. Én eleve egy polgárpukkasztó nőnek tartom magam, én nem szeretek beállni a sorba, sose szerettem. Hát a Kasszás és Erzsi is, ugye nem áll a sorba. Igen, nem áll a sorba, mert... ott van. Igen, tehát hogy nem, de biztos voltam benne, hogy én most nem ülhetnék itt veled, hiába lennék. Én tavaly ilyenkor is jó fejcsaj voltam, de nem ülhetnék itt a te műsorodba, és beszélgethetnék itt veletek. Hát veled bármit. Azt hozzá kell tenni, hogy nagyon jól játszik az Andi. Tehát nem az van a nézőtéren, amikor bejön mondjuk a Tortúra című darabba, hogy nézd, itt az Erzsi, a Kasszás Erzsi. Ez egy percig sem. Csak néha van, amikor autogramot kérnénk Erzsiket, tessék meg. Igen. Jó. És a legjobb szemét. A legjobb, de amire a legbüszkébb vagyok itt az egy év alatt, és ez a legfontosabb. Mert benne, ez egy éve megy csak? Egy éve, igen. Hogy olyanok hát jönnek el színházba, akik nem csak, hogy engem nem láttak színpadon, nem voltak még színházba. És ez a nagy dolog. Hogy kíváncsival tettem őket, hogy én milyen vagyok egyébként. Na, akkor viszont megértettetek, jó? Igen. Jó. A drága jó Ibra, Zlatánról van szó. Ez az focis téma. Szóval állítólag Zlatán Ibrahimovic Észak-Amerikában folytatja pályafutását, a Los Angeles Galaxy az igazolna, de oda ment azt mondja, hogy Beckham is. 36 éve. Most itt felépül sérüléseiből minden. Amiről ő nagyon híres, túl azon, hogy tényleg egy baromi jó focista, hogy igen nagyképű kijelentései vannak, a trollkodás határát súrolja, és hát Instagramra rendszeresen olyanokat posztol, ami tényleg kiveri a biztosítékot nagyon-nagyon sok embernél. Egy párból hadd idézek nektek, aztán kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményetek magáról a jelenségről. Tehát például ugye mindenféle dolgokat gyűjt, mint magángépeket, luxusautó, Lamborghini, Porsche, Ferrari. Nagyon aranyos. Luxus jachtja van. Ki aranyos? Hát a Ibra. Ja, de igen, aranyos. De várjál, például... Ez nem, a bajnati mié? Nem túl... Ez sárga. Van neki olyan is, amit pont a cipőjehez vett. Van egy ilyen rózsaszín Nike cipője, és egy rózsaszín Lambót vett hozzá, és így mutatta együtt, hogy így passzol színben. Nagyon nagy király. Amíg itt nézitek a képeket, mondok egy pár sztorit róla. Vett Párizsban egy lakást, és felvásárolta a környéket, hogy ne zavarják őt a szomszédok. Igaza van. Én is megtenném volna lehetőségem. Akkor te tudni kell róla, hogy Malmöben bevándorló lakta negyedben született, és... Hát ő albán származású. Bosnyák-horvát állítólag. Bosnyák-horvát. Igen. Ő egy focista. Na bocs, ne haragudj. Nem, autó... Aranyosak voltak, és így elkezdettek a beszélni. Autóversenyző, nem látod? De hogy ő, igen. Jaj, tudom, a csurkás fejű. Igen. Amúgy vett egy szigetet is, képzeld el. Vett egy szigetet is? Vett egy szigetet, hogy egyedül tudjon vadászni. Jaj, hogy ne zavarja senki. Svédország. Nagyon helyes. Azt hallottad el, hogy kibérelte Malmö főterét egy óriási kivetítővel, azért, hogy az ott lakók nézhessék az ő meccsét egy kivetítőn. Tehát az egész főterét kibérelte. Itt van a luxus jachtja, aminek így felállt a tetejére. Ja, a luxus jachtjához azt tette hozzá, hogy minőség a minőséghez. Jó, passzol. De tényleg az? Mennyi idős már? Szóval 36. Csak? Ugye? 36. Igen, 36 éves. Az éves jövedelme kalkulációk szerint ugye reklámbevételekkel együtt, Peti figyelj, 8 milliárd 553 millió 946.577. És percre mennyi lebontva? Te vagy a matekos. Amúgy a Messi még többet keres, tehát... Sokkal persze. Többet keres. Itt a spanyol királlyal ölelkezik. Na, hol a koronája? És... Ja, az Ibra fogán. Itt azt mondja, hogy... Bocs, ne. Jó, így mellettem. Itt például azt mondta, ki király a királlyal, tehát királyok egymás nagyon között. Nagyon jó, hát figyelj, nem beszéli jól az angolt azért. Van stílusa, szerintem jól áll neki, amit csinált még, mondjál ilyeneket. Ilyet is mondott, hogy egy dolog biztos, egy nélkülem rendezendő világbajnokságon semmi nézni való nincs.
Imádom egyszerűen. De nála azt... érdekes módon, most nem érzem, én most ismerkedtem meg. Nem, szeres, lakást keresünk, ha nem találjuk meg a megfelelőt, megveszem az egész szállodát. Teljesen igazam. Tehát nagyjából kinyeri a VB-t, Zlatán, ezt csak jó Isten tudja. Riporter, kicsit nehéz lenne őt megkérdezni erről, Zlatán, miért? Épp ránézel. Gábor, figyelj, ez úgy működik, ha az ember mindig próbál az emberek kedvébe járni, és mindig aranyos kedveseket mond, és egyszer mond valamit, ami félreérthető, akkor mindenki utálja, mint az állat. Ha valaki konzekvensen köcsög, egyébként ranyogatában lesz. Igen. Mert érdekes, nem? Nála nem tudom, hogy ő ilyen nagy kicsit képen. Magaddal akarsz párhuzamot húzni, de nem. Ugye? Nem, mert szerintem a videóklip jól sikerül. Érdekes, hogy Andi Ibrahimovics szűz egyelőre, és... Nem ég nem sokáig. De egyről Andi... Lehet, hogy a már nem Andi szűz. Remélem, látta. Remélem, kibérel. Kibérel a szikrek magát. De mi egy 10 000 euró? Azért nem, hát mennyi van neki, a viccelj már. De akkor társalkodó nőnek mennék, jaj, Steve, nem gondolsz ilyenek. De érdekes volt, hogy az első reakció rá az volt, amiket itt felolvastunk, meg láttál, hogy bírod, úgy szimpi. Igen, nagyon. Tehát nem unszimpatikus, főleg amikor megtudtam, hogy focista, mert azt tudom, hogy ők baromi sokat tesznek azért, tehát hogy ők sanyargatják magukat azért, hogy ilyen szinteket elérjenek, és valahogy... Ahogy Megan Danon Robi mondta, hogy mivel hogy ő következetesen bunkó és az arcunkba tolja a gazdagságát, ezért nem annyira, mint aki... De miért van az, van egy picit egy olyan érzésem, hogy mi megbocsátóbbak vagyunk, vagy szimpatikusnak tartjuk a külföldieknél, de ha itthon fordul ez elő, akkor egyszerűen a magyar valamilyen szinten siker irigy. De talán azért irigy, mert a magyar ember, előbb beszéltünk a pedagógusról, aki mondjuk, ha összeszarja magát 180 ezer forintnál nem keres többet, az egy kicsit irritálja. De Steve, de arányában ugyanez van. Nem, mert tehát egy manchesteri tanár fizetése, és ez a 8 milliárdos... Igen, de egy manchesteri tanár fizetés, aki mondjuk éves szinten keres 36 ezer fontot, neki nincs az a problémája, hogy hónap végén majd elmegyek a kasszás Erzsihez, és majd fölírja nekem. Érted? Az a különbség, hogy egy angol pedagógus nem irítálja a Rooney 100 000-es fizetése havi, vagy a manchesteri, mert meg tudja venni a tanár a bérletet, ami 10 000 fontos bérlet. De ha most nem ekkora különbségeket veszünk, nem érzitek ezt? Norbi, te biztos, hogy tudsz erről beszélni, hogy... De nem hogy, akar. Hogy... Figyellek! Jó lesne megmutatni, hogy mit van, hogyha nem volna itthon ciki? Figyelj, én alapvetően nem is akarnám mutatni, hogy mi van. Tehát nem állná rá az Audi tetejére. De nem, figyelj, nem. Én biztos nem. Nem. Most a 10 évesre ráállnék. Az újra, nem? Figyelj, Gábor, az emberek nem azért van valamilyen, hogy megmutassa, hanem hogy élvezze. Most a néha látszik. De a Gábor nagyon jól tegzi ezt, hogy miért van, hogy ők meg tudják ezt mutatni. Valószínű azért, mert azért Ibra is Monakóban van bejelentve, tehát ott adózik. Vagy lehet halottnak tekintve. Rég halott, ez már régi felvétel. Egyébként én nem ezért utáltam, hogy ilyen luxus cuccokat mutogat, hanem az, hogyha a magyarok mindig a svédekkel játszottak VB vagy EB selejtezőt, mindig a 91. percben rúgott egy gólt. Beverte. De hihetetlen. Szép végszó. Köszönjük szépen. Köszönöm mindenkinek. Köszönöm Balázs Andinak. Kabát Petinek. Hajdú Steve-nek. És Robert Norbinak. Köszönjük szépen. Maradjanak velünk, maradjak az ATV-vel, mert jön mindjárt a Frisbee Hajdú Petivel és vendégeivel. Mi egy hét múlva jövünk oda. Viszontlátásra, jó ét! Köszönjük.